Európa és benne Magyarország kétféle migrációs nyomástól szenved. Az egyik az illegális migráció, a másik pedig a legális migráció, ami azt jelenti, hogy a bevándorlók úgymond legálisan a kormányok engedélyével lépik át országaink határait, és ezt nevezik vendégmunkás beáramlásnak. Csak hogy ez a megnevezés, hogy vendégmunkás, nagyon csalóka, ugyanis a történelem arra tanít minket, hogy nem vendégek, hanem itt is maradnak. 1961 és 1973 között Németországba mintegy 710 ezer török vendégmunkás érkezett, és érdemes felidézni, hogy az akkori német kormánypárti politikusok ugyanazokat mondták, mint most a fideszes politikusok, hogy ez lényegében nemzetgazdasági érdek, és egyébként is majd hazamennek. Nos, azt látjuk, hogy nem mentek haza, ma Németországban több millió török él. Érdemes megnézni például Berlin Kreuzberg elnevezésű negyedét, ahol csak 300 ezer török él, és kis Isztambulnak becézik a helyiek. Ez párosulva a migráció többi formájával odáig vezetett, hogy Németország lakosságának legalább 30%-a migrációs hátterű, és Németország végveszélybe került a tekintetben, hogy megszűnhet létezni abban a formában, ahogy azt eddig ismertük. És Németország egy nagy 80 milliós ország, gondoljunk bele, hogy mi lenne, hogyha egy jóval kisebb ország, mint Magyarország is ugyanerre az útra lépne. Márpedig az a szomorú valóság, hogy a Fidesz ugyanezen az úton indította el Magyarországot, tágra nyitotta az ország kapuit a harmadik világból érkező vendégmunkások számára, a globális nagytőke érdekében, akiknek szükségük van az olcsó vendégmunkásokra, és úgynevezett minősített munkaerő kölcsönző cégeken keresztül el is indult a vendégmunkások beáramlása. Lassan a számuk eléri már a 200 ezret, és hangsúlyozom, hogy ez az elmúlt 1-2 év termése, brutális mértékben növekszik a számuk, és hogyha így megy tovább, akkor évtizeden belül akár milliós nagyságrendről is beszélhetünk, főleg ha figyelembe vesszük, hogy a pocsék fizetések, a rossz munkakörülmények miatt sok százezer magyar hagyja el Magyarországot. A Fidesz politikája oda vezet, ahol most Nyugat-Európa tart. Úgyhogy semmi különbség nincs sajnos e tekintetben. Viszont azt is látni kell, hogy Közép-Kelet-Európa más országai is ugyanúgy ezzel a problémával küszködnek, ugyanis a globális nagyvállalatok, ezek a hálózatok ugyanúgy nyomást gyakorolnak ezekre a kormányokra is, és oda is áramlanak be a vendégmunkások, márpedig, hogyha ez így van, és így van, hogy közös a probléma, akkor a magyar dolgozó érdeke az is, hogy egy összeurópai szintű összefogást építsünk ki, és a Mi Hazánk mozgalom ezen dolgozik Németországtól át Bulgáriáig, hogy ezt az összeurópai antiglobalista szövetséget megépítse. Ez is az egyik tétje a június 9-i Európa parlamenti választásoknak. Ugyanis azon kell dolgoznunk, hogy ezek a szuverenista nemzeti erők Európából minél nagyobb számban jussanak ki Brüsszelbe, ez védi a magyar dolgozót is. Olyan erőket kell oda kijuttatnunk, amelyek a nemzetek Európájában gondolkoznak, az európai emberek, az európai munkavállalók érdekeit nézik, és nem a globális pénzemberek érdekeit. Magyarországon ma egyetlen egy antiglobalista erő van, ez pedig a Mi Hazánk mozgalom, és ezekkel az antiglobalista erőkkel fogunk össze Európa szerte, és próbáljuk meg gátat vetni annak, hogy vendégmunkások árasszák el hazánkat és Európa többi országát. Európa dolgozó népeinek érdeke, hogy az Isten, haza, család, munka négyes jelszó szellemében megkezdjük a közös munkát, és megmentsük a végpusztulástól szülőföldünket és kultúránkat. Tehát Európáért és Magyarországért, ezért arra kérek mindenkit, arra kérünk mindenkit, hogy június 9-én szavazatával támogassa a Mi Hazánk mozgalom listáját.